Miután Tommy Rose visszavonult a seregből, feleségével Kentuckyba költöztek, ahol elindítottak egy tanácsadási vállalkozást. De még a katonai nyugdíjával együtt sem a terveik szerint alakultak pénzügyeik. Terapeutaként nem kerestem rosszul, de ekkor még nem ismertem fel, hogy ennél sokkal-sokkal többet is tudnék keresni. Ugyan keresztények, de a tizedfizetésre nem fektettek hangsúlyt. Nem igazán értettük meg, inkább kötelességnek tekintettük. Elkezdték nézni a 700-as klubot, ahol tanítást hallottak a viszonosság törvényéről, mondván adjatok, és nektek is adatik. Csak logikusan kellett nézni a dolgot. Ugyanis ha Isten megígérte, akkor az meg fog történni. Ilyenkor egyből azt kezdi el keresni az ember, hogy hova tudna befektetni, és mit tudna tenni. Imádkoztunk, és úgy döntöttünk, hogy többet adunk. Elkezdtek tizedet fizetni, és azonnal látványos változás történt. Szinte megduplázódott a bevételünk azután, hogy befizettük a tizedet. Emellett havonta támogatják a CBN-t is. A CBN széles körben nyújt segítséget nagyon sok embernek. Nem tudok elmenni a világ minden részére, hogy mások felé szolgáljak. De a CBN igen. Ha pedig én nem tudok menni, akkor tehetek annyit, hogy olyanokat támogatok, akik ott vannak. Isten megígérte, hogy betölti a szükségeinket. Nem azt mondta, hogy milliómos leszek, de persze lehetek, hanem azt mondta, hogy gondot visel a mindennapi szükségleteinkről. Hiszünk ebben, mert amikor szükségünk volt valamire, Isten megadta.